A Földben köllött élni és halni címmel mutatták be Fussenegger Ferenc és Lőrinc Ferenc fotóművészek filmjét 2016. január 16-án Szadán a Faluházban. Az alkotásban azok a fotók kerültek képernyőre, melyek a szadai tájházi füzetek harmadik, Szadai arcok, ezredvégi fényképek szadai emberekről című kötetében jelentek meg 2015 nyarán. A képek régi helyi családok idős tagjait, a település őslakosait ábrázolják. A vetítést megelőzően Lőrinc Ferenc fotó és festőművész néhány gondolattal ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a filmet, felidézve a felvételek készítése során megélt érzéseket, benyomásokat. Egy falu mienségét az ott élő emberek alakítják, formálják. Mondhatnánk, a falu szívét és lelkületét adják. Ezt szerettük volna művészi fotókkal láthatni. Bízva az emberi arcokban és megnyilvánulásokban. Két éven át készítettünk fotókat Galambos Gáborné útbaigazításával és előkészítésével. Munkánk közben felejthetetlen emlékekkel gazdagodtunk. Egyre inkább egyé váltunk a falu világával. Éreztük lelkének rezdüléseit, átéltük örömeit és fájdalmait évszázadokra visszamenőleg. Hagytuk, hogy a fotóinkat az itt és most hozza létre, arra törekedtünk, hogy képeink a valóságot minél teljesebb mértékben tegyék láthatóvá. Egyúttal igyekeztünk a létrejövő műveket nyitva hagyni a befogadó szemlélő számára, megadva az esélyt az utókornak, hogy ők is átéljék az elmúlt évszázadokat, melyeknek immár ők a folytatói. Egy emberi szívnek 120 év adatik. Egy falu szíve meddig él, azt nem lehet tudni. Mi még átéreztük erejét és jóságát. A fotók 2001-ben készültek. A 300 felvételből 60 darabot választottak ki, melyekből a tájházi füzetek harmadik kötetének és a most bemutatott filmnek alapul szolgáló tárlatot állítottak össze. A fotók készítésekor Fussenegger Ferenc és Lőrinc Ferenc többre törekedtek, mint a pillanat puszta rögzítése. A képeken látható emberi arcokban az adott személy belső lényegét, egyéni sorsán, történetén túlmutató, megismételhetetlen egyediségét, méltóságát kívánták megmutatni. Igyekeztünk mozgóvá tenni az álló képeket. Ez adódott nekünk az, hogy a falunak a szépsége, miensége hozott nekünk képeket. A vetítést követően a közönségnek egy pohár forralt bor és tea mellett nyílt lehetősége beszélgetni az alkotókkal a bemutatott filmről. A fotóművészeknek Vécsei László országgyűlési képviselő, Szada nagyközség volt polgármestere is gratulált, illetve megköszönte értékőrző művészeti munkájukat. Az ő szadai táj, szadai emberek iránti elkötelezettség az megkérdőjelezhetetlen, és idestől csak mióta én látom az ő munkájukat, tevékenységüket, hát lassan két évtizede járják ezeket a nagyon rejtélyes ködbe boruló ösvényeket a Páskomtól a Margitáig.
és tényleg lejön minden kockájukról az a szeretet, amivel ők a település tájai és a település emberei felé fordulnak. Ma, amikor olyan sokan elmennek az országból, és olyan sokan elmennek a szülőfalujukból, nem is beszélve a tanyákról, amelyekről ugye Lőrinc olyan szép képeket készített, és ahol egyébként én is fölnőttem. Amikor olyan sokan elmennek, és az ember azt tapasztalja, hogy szűnik ez a kötődés a szülőföldhöz, szűnik az ősökhöz, akkor mit jelent számotokra ez a kötődés, ami ebben a filmben is, és ami a szadai emberekben, a szadai őslakosokban megvan? Hát én nagyon egyszerűen tudom ezt megfogalmazni, hogy magyarok vagyunk. És minden ragaszkodásunk ez a országhoz, ez a nemzethez. Nagyon sok mindent látunk és tanultunk. Megismertünk egy világot, egy emberi közösséget, és én azt láttam, hogy a szadai emberek nagyon fegyelmezettek, nagyon céltudatosak, az otthonuk, a környezetük, azok nagyon, nagyon jól, hogy mondjam, úgy vannak kialakítva, hogy minden a helyén van. És a legnagyobb tanúság az, hogy fontos, hogy az ember a helyén legyen, és úgy alakítsa a környezetét is, hogy minden a helyén legyen. Oroszi Sándor szadanagyközség polgármestere is köszöntötte az alkotókat a rendezvényen. Amit ti bemutattatok itt a füzet kapcsán is, és itt a filmben is, tehát ezek az arcok mindent megmagyaráznak. Rá kell nézni ezekre az arcokra. Ezek nem elkényeztetett arcok, ezek nem olyan arcok, akik ingyen kaptak valamit. Ezek alkottak, ezek dolgoztak, ezek sok mindent hagytak ránk. Nekünk ezt kell megbecsülni. Én azt hiszem, hogy kevés az a szó, hogy köszönöm nektek a település a nagyközség nevében, a alapító szadaiak nevében, de köszönhetem az új szadaiak nevében is. A szadai arcok megörökítésének, a sorozat elkészítésének ötlete Szító Máriától, a település kulturális életének egyik meghatározó személyétől származik. A munkában a fotóművészeket Galambos Gáborné Orosz Ilona segítette. A vetítést követő beszélgetésen az alkotókkal együtt ő is felidézett néhány kedves emléket a képek készítésének időszakából. Amikor Tóth Sándorhoz mentünk fényképezni, Galambos Gáborné egyeztetett vele, hogy délután 4 órára megyünk. Odaérkeztünk, január 15-e volt körülbelül, csöngetünk, nem jön ki. Tóth Sándor akkor 80 vagy 82 éves volt, pontosan nem emlékszem, de hogy 80 volt, az biztos. Csöngettünk, nem jött ki, és azt mondta Galambos Gáborné, hát igen, ilyenek ezek az idősek, már elfelejtenek dolgokat. Mondtam, én elmegyek hátra, benézek a kert végébe, hát ha meglátom. Mentem hátra, és látom, hogy ebbe a januári szélbe, hidegbe, az udvar közepén egy gödörben áll, és egy nagy cseresznyefát vág éppen ki fejszével. Integettem, hogy itt vagyunk, előre jött, és azt mondta, uraim, 14 óra lett megbeszélve, most 14 óra 8 perc van. Miután végigkísértem a két Ferencet a útján, akkor felvettem az édesanyám viseletét, és abba lefényképeztek engem is. De én nagy szeretettel és viszonyultam ehhez, és nagy gonddal készítettem elő. Kicsit izgultam én is, mert hát azért idős emberekről lévén szó. Nem biztos, hogy lehet, hogy ő beleegyezik, lehet, hogy a családja nem egyezik bele. Tehát ez pontosan kétszer-háromszor el kellett menni egy helyre, hogy ez arra, mire arra került a sor, hogy megyünk a két művésszel, addigra ez gördülékenyen, semmi akadályba ne ütközzön. A Takács bácsi, aki
becsületére legyen mondva, ő a Donkanyart megjárt bácsi volt, és később értünk oda, és akkor, illetve nem is értünk ő később oda, hanem ő úgy gondolta, hogy nem kell neki ebben részt venni most, meggondolta a dolgot. És akkor Lőrinc Feri nagyon ügyesen rávezette, hogy az ő apósa is ott volt minden, és akkor pillanatok alatt megenyhült a dolog, és tudtuk folytatni ezt a dolgot. A Földben köllött Élni és halni című alkotás szereplőinek kétharmada ma már sajnos nem él. A felvételek abban a reményben készültek, hogy nem csak közvetítenek, de meg is őriznek valamit a falu láthatatlanul is jelenlévő közös sorsából, szelleméből, lelkéből.